Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sportélet nagyjait Dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi. A műsor, ahol szabad egymásnak ellent mondani, ahol a véleménynek is van súlya, és a házigazda, aki nem fél kérdezni. Kezdődjön a Csisztus Podcast! Sziasztok, ez itt a Csisztus Podcast második epizódja. Ennek a videóanyagát megnézhetitek a saját YouTube csatornámon, a Csisztus Channel-en, illetve a podcast anyagát pedig elérhetitek több podcast felületen. Egyébként a weboldalamon minden ehhez szükséges információt megtaláltok. Ez a Csisztus Podcast egy olyan műsor, amelyben sportról vitatkozunk, méghozzá olyan szakemberekkel együtt, akikkel kapcsolatban már tudjuk és kiderült, hogy nem csak van, meg nem csak lehet, de elég markáns véleményük van nagyon sokféle témáról. Amikor legutóbb találkoztatok velünk, akkor az év sportolója gála úgynevezett top 3 kategóriájából, illetve különféle kategóriába jutott top 3 jelöltjéről beszélgettünk, elsősorban az egyéni műfajokról, és hát kiderült bizony, hogy nagyon sok mindenben nem is értünk egyet, ami így van jól, ezért vagyunk itt, hogy sokféle szempontot vitassunk meg, sokféle esetleg felszín alatt feszülő mindenféle problémát hozzuk most itt a felszín fölé, és próbáljuk meg ezeket a szempontokat megmutatni azoknak, akik egyébként sokszor csak mondjuk úgy névtelenül, de színnak akár minket, akár pedig ezt az egész mondjuk így díjazósdit. Itt van velünk Gyészszabó Csilla, ismét köszönöm szépen Csilla, hogy eljöttél, és folytatod velünk tulajdonképpen ebben a műfajban a beszélgetést. Dr. Borbély Zoltán, szia Zoli, köszönöm szépen, ugye a Presztízsport kitűnő munkatársa vagy, jogász, ügyvéd, és nagyon régóta dolgozunk együtt. Estót János, a Nemzeti Sport főmunkatársa, egyébként a Magyar Sportúságíró Szövetség elnökségi tagja, Vobecki Zoltán, a Hír TV sport főszerkesztője, hogy szoktam mondani, sportcsatorna alapító specialista, ha szabad így fogalmazni, és Szentes Rihárd fiatal kolléga, aki szintén kitűnő sportújságíró, talán azt is mondhatom, hogy dokumentumfilmes is, vagy Mányoki Attiláról készült filmed, ott van a világ legjobb 15 filmje között most a fiatal riporterek kategóriájában, és ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy beszélgettünk erről a bizonyos top 3-ról, és elsősorban az egyéni sporttal kapcsolatos meglátásaitokat mondtátok rá, az egyéni kategóriákat. Most viszont egy kicsit azt szeretném, hogyha a csapat műfajokról beszélnénk, mert ez is egy olyan terület, ami ingoványos, és ami például az elmúlt esztendőkben okot adott sértődésekre. 2 évvel ezelőtt döntöttük úgy, és aztán a tavaly évben be is vezettük, hogy szétszedjük a csapatműfajokat. A Sportújságíró Szövetség lesz klasszikus csapat, ahol tényleg csapatok játszanak egymás ellen, is lesz az úgynevezett egyéni teljesítményekből összeadódó csapatkategória. Lásd például a gyorskorcsolya váltó, lásd például ugye a kajak kettesek, négyesek, kenu kettesek, négyesek küzdelme, vagy például Babos Tímea és Krisztina Mladenovics párosa. Nagy vitát váltott ki, hallottam, hogy éppen sokak azt mondták, hogy mit keresnek ők itt. Most azért nézek Csillára, mert ugye te, mint tenisz szakíró, ebben a tekintetben biztos markáns véleménnyel bírsz ezzel a témával kapcsolatban. Itt kell legyen Babos Tímea a kis csapatok versenyében, vagy ott kell volna legyen az egyéni legjobbak között is, mint női teniszező? Hát itt a sportágok megítéléséről van szó, és arról, amit mi itt már érintettünk egy kicsit, hogy vajon melyik sportágnak milyen súlya van? Ha azt szeretnénk, hogy a Timi valahol értékelhető legyen, akkor ebben a kategóriában tudjuk, pont emiatt, amit az előbb kifejtettem, hogy ebben a sportágban oda kerülni arra, amiben mondjuk egy másik sportágban egy magyar 3-szoros olimpiai bajnok tud lenni, vagy 5-szörös világbajnok, a Timi nem fog tudni. Hova tegyük a sportágokat? Zoliba, benne reket valami, én pedig szívesen, most szívesen leszek a bomba, tehát hogy én azt gondolom, mindenkivel egyetértve, és Babos Tímit abszolút elismerve, hogy ha már van ez a kategória, akkor neki igenis itt kell lenni ebben a kategóriában. És egyéniben Babos Tími olyan sokat nem ért el, valljuk meg őszintén, mint eredményesség szempontjából. Nyilván, aki figyeli az útját, mondhatjátok azt, amit az előbb mondtam, hogy én tudom Mihelis Norbert útját, ti pedig tudjátok Babos Tími útját, de valahol Mihelis Norbi odaért, Babos Tími egyéniben szerintem nem ért oda. Ő párosban ért oda, amiért minden elismerést megérdemel, de a páros az nekem innentől kezdve egy kis csapat, és a kis csapatot itt Magyarországon az év sportolója gálán külön díjazzák. Kajakerúkban szerintetek immunisak lettünk a sikerre? Lehet, hogy egy bizonyos értelemben immunissá válunk, illetve de azért a teljesítmény. Persze. És az előző adásban én már egyszer kiálltam azon álláspontom mellett, hogy
ha az adott év sportolójáról van szó, akkor nekem az az adott év sportolója, és ő szürcsöghet a levesevés közben, meg nem tudom én, veheti föl a Mici Mackós alsónadrágját. Nálam akkor is az év sportolója lehet, hogy ez a teljesítményével kiérdemeli. Tehát a kajakos, ha kiérdemli a teljesítményével, akkor miattam akár 50-szer egymás után is lehet az év sportolója, mert erről szól szerintem ez a szavazás. Ugye a Szóling válogatott, sőt, ugye a Repülő Hollandi Egység is bekerült a top 10-be, és hát ők aztán tényleg az a műfaj, akik soha, de soha nem kerülnek reflektorfénybe maximum a top 10-ig, de vajon miért? Fú, ez most nekem egy nagyon nehéz kérdés, mert vitorlázóként... Tudom, hát magyar bajnok vagy a tavalyi évben. Azt kell, hogy mondjam, hogy én tudom, ahogy ti tudjátok a saját sportágaitokban, hogy kiben mennyi munka, meg mi mögött mennyi munka van. Én tudom, hogy a Majtényi Szabolcsék, vagy a Litkei Farkasék mennyi energiát tesznek ebbe a sportba, mint a vitorlázásba, de azt én kimerem mondani, hogy azért az, hogy a Majtényi Szabolcsék nem tudom én hányszoros európai és világbajnokok most már, vagy hogy a Litkei Farkasék ezt a Szóling világbajnokságot meg tudták nyerni, abban azért nagyon jelentős szerepe van annak, hogy egyik sem olimpiai hajóosztály. És az igazi top vitorlázók ezekben a hajóosztályokban már nem szerepelnek. És én kimerem azt is mondani, hogy én nem értettem, hogy a top 10-ben miért került be. Mind a kettő, ha egyik bekerülnek, az én szívemnek már az is elég lett volna, de lett volna helye szerintem más csapatnak, még a kis csapatnak itt a 10-ben. Viszont az FTC labdarúgó csapata, amely nem csak hogy Európa Ligán főtáblán volt, de gyakorlatilag az utolsó pillanatban dőlt el, hogy nem jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, amire szerintem sokan azért nem sokat adtak volna mondjuk a szezon elején. És hogy ez nincs ott a top 3-ban, szerintem ez meglepetés. Én nem kérdeztem senkit arról, hogy kire szavazott és miért szavazott. Ezért, amit most mondok, az teljes fikció. Nekem az a gyanúm, hogy egy picit most leverték a kollégák a futballon azt a borzalmas csalódást, amit a válogatott ki nem jutása jelentett az Európa-bajnokságra. Azt hiszem, az minden idők legnagyobb csalódása lenne, bár tele vagyunk futball csalódásokkal, hogyha egy hazai rendezésű EB-t úgy kellene végignézni. Ráadásul a megépült új, hogy nincs magyar csapat egy vadonatúj stadionban, és hiába van itt a regnáló világbajnok, hiába jön a regnáló Európa-bajnok, ez minden idők legnagyobb csalódása lenne, és akkor kis túlzással azt mondom, és megint elnézést, persze most ez direkt sarkítom, hogy akkor jövőre egyáltalán nincs év futballistája. Kategória se? Akkor mindenki, igen, akkor az év kukoricára térdepelős díja van, és akkor ott lehet majd szavazni. Pont ma, amikor is ugye ennek a műsornak a felvételén vagyunk, és amikor bejelentette Szőlősi György ugye az év férfi, illetve női labdarúgóinak a listáját, azt is szóba hozta, hogy van egy olyan törekvés, hogy legyen ez egy közös lista. Az a véleményem erről, hogy a női és a férfi labdarúgó díjazását vonja össze a Magyar Sportújságíró Szövetség, hogy ebből a szempontból, amit mondtatok, hogy egyenjogúság, ebből a szempontból megértem, de ha arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz sportágokat összehasonlítani egymással, akkor azt gondolom, hogy a női és a férfi labdarúgást is nagyon nehéz összehasonlítani és összemérni egymással. Szerintem elképesztő az a dinamika, amilyen úton van a női labdarúgás, de nyilván az én fejemben az év labdarúgója az általában egy férfi labdarúgó. Én ettől óva intenék, mert a onnantól kezdve a női kosárlabdát is, és a férfi kosárlabdát is össze kell vonni, a női öttusát és a férfi öttusát, a női vízilabdát és a férfi vízilabdát, és akkor azért azt mondanám, hogy ez... Jó, de hát amikor csapatokról beszélünk, és most visszatérve a csapatokra, mert az Zoli azt mondta, hogy nem akarod ezt a témát elengedni, akkor ugye most összehasonlítjuk azért mégis, ugye a Győr női most már háromszoros BL győztes csapatát, meg összehasonlítjuk a férfi vízilabda csapatot, az FTC csapatát. A női jégkorong válogatott divízió egyből való feljutása az elit csoportba, az nálam nincs a top 3-ban. Nálam a B kategóriából az A kategóriába jutás, az kisebb siker, mint az A kategóriában egy nagyon nagyot alkotni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Fradi BL helyetti Európa Liga szereplése is nálam egy B kategória az A kategóriához képest. Ha már az edzők szóba kerültek, ez megint egy nagyon érzékeny dolog, nagyon érzékeny kategória, itt is voltak az elmúlt években sértődések. Ugye itt is nagyon hajlamos, sajnos azt gondolom, akár a közvélemény, és persze a sportújságíró társadalom is az ismert nevekre szavazni. Hát nem tudom, én mindig sok hatás alatt állok, hogy a jégkorongot itt
súlyos támadás érte egy egyébként rokon sportágból, mert az egyik víz, a másik is víz, csak egy kicsit hidegebb és más halmazállapotban lévő, most nem tudom, mit kérdeztél, de egyébként az edzőkre visszatérve, akkor hajrá megint a női jégkorong. Én nálam, amit Pat Cortina produkált, aki felvitte a férfi jégkorong válogatottat 70 év után először az A csoportba, és aztán most ugyanezt megcsinálta a női válogatottal. Azt kell mondjam, hogy ez egy elképesztő bravúr azokhoz a körülményekhez képest, ahhoz a háttérhez képest, ahhoz a mozgástérhez képest, amiben a női jégkorong mozog. Pat Cortinával abszolút egyetértek, tehát én nálam ő igenis ott lehetne a top 3-ban, mert ez tényleg óriási dolog, amit ő véghez vitt. Viszont egy üzenetem lenne a magyar sportvezetőknek, akik remélem meghallgatják majd ezt a podcastot. Nagyon reméljük. Az pedig az, hogy az, amit Danyi Gábor csinált a Győrrel, az meg egy olyan üzenet a magyar sportvezetők számára, hogy igenis bátran nyúljanak a magyar edzőkhöz, a magyar szakemberekhez, mert jól láthatóan egyébként sikeréhesek, ráadásul felkészültek és jó szakemberekről van szó. Még egy nagyon fontos témát át kell beszélnünk, ami szintén az e-sportolói választás elmúlt években történt, mondjuk én azt gondolom, hogy nagyon fontos változása, talán nevezhetjük újításának is, már nekünk persze nem új. Az, hogy a parasportot ugyanarra a szintre emelte, mint természetesen az Apex sportját, tehát ezen a díjkiosztogálán minden para kategóriában is ugyanott, olyan körülmények között elismerjük a legjobb para sportolókat és para csapatokat. Ez pontosan ugyanaz a felelősségvállalásba illeszkedik be, amiről mondjuk beszéltünk arról, hogy mennyire számít az emberi oldala egy sportolónak, vagy mennyire példaképnek számítható. Én szerintem egy társadalomról borzasztó sokat elmond, vagy talán mindent elmond, hogy bánik a gyengékkel. És ezek a gyengék általában a nők, a gyerekek és a handicapesek, vagy általában azok a rétegek, akik kiszorulnak a mainstreamből. Uh-huh. És szerintem, hogyha ezeket a központba emeljük, vagy figyelmet fordítunk rájuk, akkor ezzel példát mutatunk, és én szerintem ezért nagyon fontos, mert hát mi itt mindig egy folyamatosan példát mutatunk, ahogy a sportolók is. Szerintem a hétköznapi emberek talán kevésbé tudják, viszont biztos vagyok benne, hogy a társadalom szempontjából ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen gálán a parasportolók is díjazásra kerülnek. Ami pedig a sportújságírókat illeti, vagy illetve ezt a szavazást, ami most a parasport esetében történt, mert ugye az fontos, hogy itt most hétköznapi ember, közéleti személyiség, színész, rádiós műsorvezető is szavazhatott parasportolóra. Én azt gondolom, hogy rendkívül komoly háttéranyagot kapott azzal kapcsolatban, hogy az adott sportolók, akikre lehetett szavazni, azok a naptári évben mit értek el, milyen teljesítmény miatt kellene rájuk szavazni. És szerintem ez nagyon fontos, és minden elismerésem a Paralimpiai Bizottságnak ezért, mert ez a legfontosabb, mert a sportújságírók szerintem, ha azt mondtuk az előző adásban, hogy halálosan komolyan kell venni ezt a játékot, akkor amennyire nem veszik halálosan komolyan ezt a játékot a szavazás esetében, a parasportnál pláne azt sem tudták sokáig szerintem, hogy kire, miért, hogyan. Amikor... Viszont olyan háttéranyag van most, hogy itt lehetetlen volt úgy szavazni, hogy valaki ne legyen. Gondolom. És amikor Csilla azt mondja, hogy ez egy nagyon komoly felelősség, és én is úgy gondolom, hogy a mi munkánkat, ha a sportújságírás egy komoly hivatásnak tekintjük, leginkább azt különbözteti meg azoktól, akik azt gondolják, két perc után, hogy mert elkezdtek egy blogot, innentől kezdve lehet, hogy már mindent tudnak erről a hivatásról, az a felelősség pontosan. Tehát amit mi leírunk, ahol az megjelenik, ahol azt elmondjuk, nyilvánvalóan annak lehet véleményformáló ereje, és ha pedig van, akkor az értelemszerűen következményekkel is járhat. Úgyhogy teljesen egyetértek. Közvetítés esetleg parasportról, az nagyon-nagyon érdekes, mert az emberek addig nem fogják magukénak érezni, amíg nem tudják elképzelni, hogy ez hogyan néz ki. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy jó lenne, ha nem csak kifejezetten a paralimpiai közvetítéseket látnánk 4 évente, ugye, ha jól értem, erre gondolsz. Igen, bár azt azért hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy mennyi parasport közvetítés kevés van. Kevés. De... Vagy nincs. Charity. Think wise. Share smart. Ez pedig itt a Csisztus Podcastban a Charity rovat. Ebben a rovatban pedig ugye kitűzött cél, hogy beszéljünk az általános társadalmi felelősségvállalás fontosságáról, és beszéljünk a sport és a fontos ügyek összekapcsolásáról is. Már a legutóbbi epizódban is beszéltünk arról, hogy vajon a sportoló, mint ikon Magyarországon a
külvilághoz, vagy a külföldiekhez képest mennyire vesz ebben részt. Most egy picit beszéljünk talán arról, hogy azok a profi sportolók Magyarországon azért, akik ugye, valljuk meg, valóban jól dotáltan sok pénzt keresnek. Nem tapasztaltatok-e néha, hogy sokszor őket bármire megkérni bizonyos szempontból nagyon nehéz? Mert edzés van, mert most pihenek, mert most mert miért? Nem lenne szerencsés mondjuk, hogyha egyfajta, hogy mondjam, beépített kötelező kvóta lenne egy államilag dotált sportoló esetében, akinek azt mondanánk, hogy teljesen mindegy, hogy mire, majd mi megmondjuk, de évente 5 alkalommal olyan ügy érdekében gyerekeknél, utánpótlássportnál, betegeknél, és a többi meg kell jelenni. Volna ennek bármilyen előre mozdító ereje, hogyha ez nem belülről jön, de hát mégis valahogy ott volna, megjelenne. Hogy látod, Csilla? Hát szerintem ennek azért alapvetően belülről kéne jönnie. Azért felmerül sportolóknál, hogy azt mondják, hogy annyira sokat kaptam egy adott sportágtól, hogy én vissza szeretnék forgatni bele. És szerintem ez a legjobb, ha ez így jön. Ezek a kvóták, meg megszabások, hát nem tudom, azok elég nyögvenyelős dolgok, hogy talán azoknak van eredménye, de lehet, meg lehetne ezt csinálni. Igazából azt hiszem, hogy Magyarországon is megszületett egy olyan sportolói réteg, akihez nagyon nehéz eljutni. Uh-huh. És ezt újságíróként is mondom. Uh-huh. És én ezt nem tartom feltétlenül helyesnek. Szerintem inkább társadalmi nyomásnak kéne lenni, hogy így kell érezzék. Hogy... Morális, talán egy morális elvárás. Magyar sport két legkaritatívabb embere Puskás Ferenc és Papp László voltak. Nem tudom, hogy kell ezt kommunikálni, de arra nagyon kíváncsi lennék, hogyha most csinálnánk egy olyan közvéleménykutatást a magyar sportban, hogy egyébként a szakosztályok, az egyesületek, a versenyzők, a sportolók hova, mikor, mennyit, kinek, miért, és ezt nem nyilvánosságra hozzuk, csak látni azt, hogy egyébként mi történt. Lehet, hogy kellemesen csalódnánk, nem tudom, bízom ebben, hogy kellemesen csalódnánk. Köszönöm szépen, ezt is elmondtátok. Ez volt a Charity rovat. Charity. Think wise. Share smart. Nagyjából átbeszéltük, azt gondolom, a 2019-es esztendőben nyújtott teljesítmények alapján ugye az M4 Sport év sportolója díjkiosztogál a top 3 esélyesét a különféle kategóriákban. Nem értettünk egyet sok mindenben, sok mindenben persze hasonlóan gondolkodunk, de hát ettől szép ez a dolog, hiszen itt is közel 400 sportújságíró szavazott, hogy kik nyernek, ugye ez majd ki fog derülni természetesen ebben az esztendőben január 16-án, itt a Nemzeti Színháznak, majd természetesen a színpadán, hiszen a gála, hogy minden évben élőben nyomon követhető majd a televízión is, és mi is érdeklődve várjuk, hiszen a végeredményt ha hiszitek, hanem mi sem tudjuk, úgyhogy én magam is kíváncsian várom, hogy kik lesznek ebben az évben a győztesek. Ez volt tehát a Csisztu Sportcast második epizódja, amelyet, ahogy mondtam, a YouTube csatornámon a Csisztu Channel-en nézhettek meg egy összefoglalóban, és természetesen a teljes hanganyagot pedig a podcast elérhetőségeken. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon izgalmas volt, és ígérhetem, hogy fogunk még sportról majd beszélgetni, néha vitatkozni, és egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Pontosan ez a célja a Csisztu Sportcastnak. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy legközelebb is jöttök. Csatlakoztok hozzám. Sziasztok! A Csisztu Sportcast műsorvezetője és produkciós igazgatója Csisztu Zsuzsa, a producere szerkesztője Szerencsi Éva, a stábigazgató Hubay Antal, a tartalomfejlesztésért és online kommunikációért Gubcsi Eszter felel.